Ilyen mentővel gazdagodott a Topolyai Hadzsi János Egészségház mentőszolgálata. Az autót egy belgrádi cég ajándékozta. Értéke 4 millió dinár. Nagyon örültünk neki, mert már a gépparkunknak az állapota kezdett kritikussá válni, ugyanis a 500 000 kilométer, ugye az az álomhatár, amit egy autóval, hogyha el tudunk érni, akkor az nagyon jó teljesítménynek számít, és már az eddigi kocsaink közül néhányan elérték ezt a 500 000 álomhatárt. Szerencsére nagyobb meghibásodás nélkül, de felelőtlenség volna megvárni azt, hogy teljesen kidőljenek a sorból ezek a járművek, és akkor kapkodni, hogy honnan is tudunk beszerezni új járműveket. Összesen 7 mentőautó van jelenleg szolgálatban Topolyán. Az ünnepek alatt közel 200 alkalommal riasztották a mentősöket. Szerencsére nagyobb baleset nem történt az elmúlt héten. Nagyjából mindennapos, ami szokott, tavaly nagyobb frekvenciában voltak viszonylag a betegek, mert csak a mentőszolgálaton volt ügyeletesség. Főleg vérnyomás, magas vérnyomás volt, kisebb sérülések, súlyosabb esetekre úgy, hát mind ahogy szokott lenni, szívbetegek voltak, egy-két ilyen nagykeringési zavar. Bevetésre indul az egyik mentőkocsi. A topolyai mentősök nagy területet fednek. A község két határa között 60 km a távolság. Emellett hatáskörükbe tartozik az autóút, körülbelül 50 km-es szakasza. Szükség lenne még egy ügyeletre, hiszen ha például az autóúton van szükség beavatkozásra, több mint 2 órán keresztül elsősegélynyújtó szolgálat nélkül marad a város.